Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Max Train limitált kis szériás kiadású MÁV Hungária RAU tartálykocsiját fogom nektek röviden bemutatni. A tartálykocsi Bráva alapra készült egy limitált kiadásban, összesen 300 darabban. A dobozban találunk a kocsi mellé egy kis igazoló kártyát a kocsinkhoz tartozó sorszámmal. A harmadik korszakos jármű az Almásfűzítői Kőolajipari Vállalat tartálykocsiját modellezi. A modell kidolgozottsága a Brávához hűen nagyon magas, filigrán részletek, apró kis kapaszkodók és pontos éles feliratozás jellemzi a járművet. Érdemes egy pillantást vetni a kocsi alvázára és forgóvázára is, mind a kettő részlet nagyon szépen és részletesen ki van dolgozva a tartálykocsin. A kocsi fékállásán külön kiemelném a korlátokat, ezek nagyon szép vékonyra sikerültek, azonban olyan anyagból készültek, ami megfelelően rugalmas, így egyáltalán nem hajlamosak törésre. A kocsi futása nagyon szép, egyenletes, könnyen gurul a terepasztalon, siklásra egyáltalán nem hajlamos. A jármű rövid kapcsoló kinematikával van ellátva, a kinematika kialakításának köszönhetően ez egyenesben nagyon szépen összehúzza az ütközőket, míg ívekben megfelelő távolságot tart a másik járművektől. Ez a tartálykocsi nagyon jól illeszhető harmadik korszakos gördülőállományba, különféle tehervonatokba. Húzhatja Bajszos Szergely, vagy akár a nem sokára megjelenő harmadik korszakos Szili is. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!